Mi ez? Ó, ha-hó pokolyó! Ha-ha! Megmondanátok, mit visz pokolyó? Ajándékot! Egy ajándékot! Egy ajándékot! Hű, de izgalmas! Vajon mi lehet benne? Ti is kíváncsiak vagytok? Azt mondtam, kíváncsi vagyok, mi van benne, pokolyó. Pokolyó, szerintem Eli mondani szeretne valamit. Kitaláljátok, mit szeretne mondani Eli. Nyisd ki az ajándékot! Bonsd ki! Nem. De nem vagy kíváncsi rá, hogy mi van benne? Bármi lehet. Egy szép szék, hát persze. Egy csinos kalap, vagy egy ugróbot. Sőt, akár egy repülőgép is lehet. Nem szeretnéd kinyitni, nem? De vajon mi lehet? Ez elég bosszantó, nem? Szerintem elég készül valamire. Értem. Felülsz a vonatra, és megpróbálod megszerezni pokolyó ajándékát. Szerintem ez nem igazán jó ötlet, Eli. De most komolyan, szerintem nem kellene... Ajjaj. Szerintem Pato ezt nem akarja, Eli. Ő... Mi ez? Ajaj! Már késő! Ó, nem merek oda nézni! A fürdés ideje, és még mindig nem nyitottad ki az ajándékodat, pokolyó. Eli! Úgy látszik, pokolyó nagyon őrzi az ajándékát. Jó reggelt, pokolyó! Jól aludtál?
Egy kiadós alvás után az embernek kedve támad kinyitni egy ajándékot. Nem? De már egy egész nap eltelt, Pokolyó. Nem bírom tovább, ki készít ez a várakozás? Eli, most meg mire készülsz? Kitaláltál valamit? Kötél? Egy kacsa? És egy fa? Eli, szerintem egy kicsit túlzásba viszed. Szerintem Patón nem... Ajaj! Oj, nem! Pokolyó, mit csinálsz? Odaadod Elinek az ajándékot? Boldog szülinapot! Ah, értem. Szóval az ajándék nem a tiéd, hanem te adod Elinek. Ezért nem nyitottad ki. Hűha! Éljen, Pokolyó, és boldog születésnapot, Eli! Pápá, nem sokára találkozunk. Magyar hangok. Galambos Péter. Kis Vidadorka. További magyar hangok. Kalmár Lili, Tóth Luca, Nagy Gereben, Pál Dani. A szinkront a KEDD megbízásából a Masterfilm Digital készítette.